Az elmúlt időszakban a HNDK kiadásában megjelent könyvek közül négyet mutattak be az új Pélmonostori Liszt utcai kulturális központban. A program egyik célja azt volt hivatott bemutatni, hogy a kis horvátországi magyar közösségnek vannak olyan tagjai is, akik a nemzeti önazonosságnak és a nemzeti tudatnak kevésbé látványos, de annál fontosabb jellemzőjét, az irodalmat művelik. Az Új Magyar Képes Újság csapata nem csak újságírással foglalkozik, évente több kötet szerkesztésével és kiadásával is hozzájárul a horvátországi magyar irodalmi korpuszhoz. Pélmonostoron a közelmúltban megjelent kiadványaikat ismertették meg az olvasókkal, szám szerint négyet. A könyvbemutatót a szerkesztőség egyik oszlopos tagja, Tatai Igor nyitotta meg egyik legújabb versével, aki a cikkírás mellett a költészet és a próza területén is alkot. A drága szög a DNS-ben kódolt kis képletelem összetudott az minket térben, és időben is végtelen. Igazából a költészet az a fajta írásforma, amit a leginkább kedvelek, amiben a leginkább ki tudom élni a szenvedélyemet. A mai est folyamán a Drága szög című versemet adtam elő, ami egy szülőfölddel kapcsolatos tematika. Ugye a mai könyvek különböző tematikájúak, mégis ami összeköti, az talán a szülőföld szeretete. És nagyon jó érzés számomra, hogy míg a közösségünkben főleg a néptánc, a színjátszó egyesületek, a kórus sok tevékenysége az, ami jellemző. Itt most mégis bemutatjuk, hogy vannak az irodalomnak is kedvelői a közösségünkben. A bemutatón az érdeklődők találkozhattak a Csúzai P. Ábri Judit Macskaringó Kecskeringő című könyvével is, amely a gyerekeknek szól. A kötet mesteri illusztrációi szintén a művésznő keze nyomát dicsérik, és a bemutatón megtudtuk, hogy már elkészült a folytatás is. A HMDK legfrissebb kiadványa pedig a szintén csúzai Repman dékán Zsuzsannához kötődik, aki a Háború és béke a Drávaszögben című kötetében drávaszögi háborús naplójegyzeteket és önéletrajzi ihletésű elbeszéléseket foglalt össze. Voltam talán vele, hogy említettem is, hogy úgy éreztem, hogy nem kíváncsi többet senki rám. Egy kicsit olyan karintisan nem mondhatom el senkinek, elmondom azt mindenkinek. Ez volt, és most is ez van, hogy amikor nem tudok magammal mit kezdeni, akkor írok. A szerkesztőség egyik büszkesége a 20 évnyi újságírói munka eredményeiről tanúskodó riport kötet. Az Új Magyar Képes Újságban a horvátországi magyarság kulturális és közéletének az eseményeiről, művelődési rendezvényeiről tudósítanak, rendszeresen foglalkoznak az itt élő magyar népesség gondjaival, nehézségeivel, az elért eredményeikkel, a horvátországi magyar lét vonatkozásaival. A riport kötettel emléket állítanak a horvátországi magyarság ismert és kevésbé ismert, de minden bizonnyal egyedi és megismételhetetlen alakjainak is. A 20 év alatt nagyon sok érdekes, értékes emberrel készítettünk riportot, és úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne ezt egy kötetbe összegyűjteni. Nagyon nehéz volt terjedelemben egy korláthoz alkalmazkodni, mert tényleg nagyon sok riport még ki is maradt ebből a kötetből, de nagyon élveztük ennek a kötetnek a készítését, mert úgy gondoljuk, hogy ezzel tulajdonképpen egy kerek történeted lett a horvátországi magyarságnak, egy betekintést lehet kapni ezáltal az életünkbe, a mindennapjainkba. A riportokat tulajdonképpen nem alakítottuk át, hanem az 5-10-15 évvel ezelőtti formájában hagytuk meg, hiszen nagyon sok újságíró dolgozott ebben az időszakban nálunk, akiknek megvolt a saját stílusa, sajátos írásmódja, és ezért szerintem ez alapján is egy színesebb könyvet sikerült összeállítanunk. Úgy gondoljuk, hogy ennek
folytatásának kell, hogy legyen, mert tényleg egy értékes könyv, és egy következő időszakban egy újabb időszakot fogunk összefoglalni. Passa Árpád, a HMDK tiszteletbeli elnöke, a HMDK 30 című kötet létrejöttéről beszélt, amely az érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezet történetét tartalmazza. Elég ritkán kerítünk ezekre sort. Ez tulajdonképpen a hiba is bizonyos értelemben mulasztás, de azért ezeket a mulasztásokat igyekszünk időnként bepótolni, ez most éppenséggel egy ilyen alkalom. Három szép irodalmi műről van szó tulajdonképpen, és egy egyesület történetről. A közönség soraiban olyanok is ülnek nyilván, akik már egyiket, másikat forgatták, lapozgatták, beleolvastak. Ettől függetlenül én azt hiszem, hogy az a stáb, amelynek a tagjait meg fognak szólalni, tudnak bizonyos értelemben újat mondani, és talán azokban is felkeltik a olvasás iránti igényt vagy vágyat, most kizárólag csak ezekre a kiadványokra gondolok, akik eddig ezeket nem olvasták, illetve hát tulajdonképpen nem jutott el hozzájuk, annak a híre, hogy ez a négy nagyszerű könyv, nyugodtan nevezhetem, így megjelent. A Magyar Kulturális Központ teltházas rendezvényén a vendégeket Jankovics Róbert parlamenti képviselő, a HMDK elnöke is köszöntötte, aki elmondta, minden olyan esemény, ahol egymáshoz magyarul szólhatunk, rendkívül fontos. Ez nem csak azért fontos, hogy a gyermekeink, akik itt voltak, látták, hogy magyarul is egymás közt megértjük egymást, hanem azért is fontos, hogy bemutassuk azt a nagy munkát azoknak az embereknek, akiket nem olyan gyakran tudunk, hogy úgymond reklámozni, vagy hírt adni róluk, akik egy rendkívül nemes munkát, az írást vállalták önmagukra, és ezeknek a remek műveit a mi szintünkön ma itt Pélmonostoron bemutattuk. Én a HMDK elnökeként csak örülni tudok annak, hogy sikerült az előző évben megteremteni azokat az anyagi körülményeket, hogy ezek a könyvek, ezek a rendkívüli dolgok tulajdonképpen napfényt láthattak, és egy új divatot szeretnénk teremteni ebből, hogy minél több ilyen esemény legyen, mint amilyen ma volt, hiszen látszik, hogy egyrészt igény is van rá, másrészt pedig úgy érzem, hogy egy olyan új fejezetet tudunk nyitni a horvátországi magyarság kulturális életében, amelynek az utóbbi másfél évtizeden nem igazán volt folyamata. A HMDK-nak, illetve az időközben megszűnt Hunkró kiadóvállalatnak az elmúlt több mint két évtizedben már számos olyan könyvet sikerült megjelentetnie, amelyek a magyar falvak múltját, néprajzi és nyelvi hagyományait, anekdotakincsét, szellemi értékeit dolgozzák föl és mutatják meg. Kisebb számban ugyan, de olyan művek is napvilágot láttak, amelyek irodalom és egyesület történettel foglalkoznak, illetve a szép irodalom valamelyik válfaját képviselik.